A nyári időszakban is pörög az ingatlan eladás, az elmúlt hónapokban sem hagyott alább a lakásvásárlási kedv. Folyamatos az érdeklődés ebben a nyíregyházi ingatlan értékesítő irodában is. A használt lakások mellett most már az új építésű társasházi lakásokat és az új családi házakat is keresik. Eléggé megindult az új építésű ingatlanok piaca itt Nyíregyházán is. Javarészt a családi házak az, amelyek hozzánk bekerültek, a társasházi lakásokat még az építető cégek úgy gondolják, hogy eladják önállóan, a családi házak azok egy kicsit keményebb dió, ebben kérik a segítségünket. A családi házakat 340-400 ezer forint közötti négyzetméteráron értékesítik a megyeszékhelyen, városi övezettől függően. A lakáseladásokat segítik a jó hitelezési feltételek is. Nagyon élénk a hitelezési piac, a bankok is szívesen adnak piac hitelt, természetesen alaposan megfontolva, hogy kinek adják oda. Akik hitelt szeretnének felvenni, igyekeznek minél kevesebb önerővel, minél több hitelt felvenni, mert nagyon jó a hitelezési piac. Most nagyon kedvező kamatokkal lehet hitelt és konstrukciókkal hitelt felvenni. Az új lakást vásárlóknak érdemes figyelniük a kivitelezők megbízhatóságára, a befizetett előlegek felhasználására és az újonnan épített lakások, családi házak műszaki állapotára is. A KSH legutóbbi közlése alapján 5004 új lakás épült az országban az év első felében, ami 46,4%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. Az építkezések száma és a lakásárak vidéken is emelkedtek, hangzott el 35 perc című műsorunkban. Emelkedni fognak az árak, én úgy gondolom, hogy maga az építőanyag árak is, és a kész lakás árak is emelkedni fognak. Sok minden közrejátszik, ahogy említettem, alapanyaggyártók is kénytelenek emelni a kivitelezési díjakban, ugye a szakember hiány és a növekvő bérek is generálnak egy lakásáremelést, illetve még mindig azt gondolom, hogy felfutóban van a lakás piac, tehát még több lakás fog épülni, és ott is áremelkedésekre lehet számítani, nem fog megállni a ingatlan áremelkedése. Az építőipari anyagok 10-15%-kal kerülnek többe, mint egy éve. Az építőipari teljesítményt a jövőben az uniós beruházások tovább javíthatják.